Köszöntöm a nézőket, ez a Mesélő Baja várostörténeti magazinunk. Baja központjában megbújik egy saroképület, ami mellett hajlamosak vagyunk nap mint nap különösebb érdeklődés nélkül elrohanni, pedig a klasszicista ház és udvara számos szépséget rejt. A kúriában egykor a Vojnis család élt, de több nemesi família is megfordult a ma már Nagy István képtárként ismert épületben. Honnan is számoljuk a történetét ennek az épületnek? A Bajai Nagy István képtár, az egykori Vojnis kúria, azt gondolom, hogy a város és az ország egyik legszebb klasszicista műemléképülete. Nagyon kevés olyan épület van, amelyet magyar címer díszít az oszlopfőkön Magyarországon, ezért is különleges, de a városban is egyedi a klasszicista épület, hiszen az 1840-es tűzvészben Baján több ezer lakóház, öt templom és a zsinagóga is elpusztult, sérült. Tehát az 1840-es tűzvész után építették újjá ezt a várost, amelynek az arculata így a 19. század végét tükrözi mai napig is, néhány modern épületen kívül természetesen. Ez a kúria pedig megmaradt, bár nyilván elszenvedett égési sérüléseket, de az 1820-as években épült homlokzata a mai napig látható, felújítva is volt több alkalommal. Azt gondolom, hogy egy különlegesen szép épület gyöngyszem itt a város testében. A Vojnis családról mit tudhatunk? A török hódoltságot követően a török Magyarországról történő kiűzésében elért érdemeiért kapta a Vojnis család a Bácskában, illetve itt a déli területeken azokat a birtokokat, amelyek közül az egyiken, itt a városban építették fel az 1820-as években ezt a kúriát. A Vojnis család utolsó tagja eladta ezt az épületet, a Grünhut családé is volt, több magántulajdont követően került megvásárlásra 1980-as évek közepén, a város vásárolta meg ezt az épületet, és újították fel Nagy István képtár számára. Egy nagyon szép, letisztult épület, a kúria maga alaprajzában is egyszerű, tágas. A külső homlokzata, amely az Arany János utca felé néz, egy kis teresedésben, egy gyönyörű timpanon található, a timpanonban pedig a Vojnis család címere. Ha közelebbről megnézzük, látható benne egy török fej, egy kirántott karddal, amely természetesen tükrözi a Vojnis család török kiűzésekor elért eredményeit, dicsőségét, és a timpanon alatt a középrizalitokban az oszlopokkal, féloszlopokkal díszített, szépen letisztult épület színében is idézi a klasszicizmus sárga, zöld, visszafogott színét, amely harmonizál az épülettel, és maga a tetőszerkezet is nagyon szépen koronázza ezt az épületet. Az oszlopfőkön pedig különleges magyar címerek és levéldíszítések láthatók. Az épület másik oldalán, az udvarra, kertre néző oldalán, ahol egy nagyon szép kocsi felhajtót látunk, hiszen a tulajdonosok, a nemes urak valamilyen módon védettek voltak a kapu feljáró, kocsi feljáró alatt az esőtől, az időjárástól. Gyönyörű oszlopokkal tartott épületrészről van szó, és az árkád sor oszlopainak fejét is ezek a Kossuth címerek díszítik, amitől különleges ez az épület. Sokkal nagyobb terület volt
egykor, mint most. A 20. század során azonban ez a terület nyilván a magántulajdonból való kivételkor is csökkent, illetve már az egyik tulajdonos, Grünhut Miksa 1922-ben, amikor a lánya férjhez ment, akkor kiszakított erről a területről egy pici kis részt, ahol megépítette szanatóriumát, a kőhegyi szanatóriumot a Vejének. Ez az épület most már nem határos a Nagy István képterrel, illetve az udvarával, mert azóta még egy épületet felépítettek ezen a területen. Az Arany János utca felőli téren Varga Imre Nagy István szobra áll. Korábban itt egy nagyon csúnya trafóház volt, amelyet a 80-as években a felújítás során a Nagy István képtár udvarára helyeztek. Korábban Miskolci Ferenc vízköpője állt ezen a téren, amelyet az idő vasfoga kicsit tönkretett. Miskolci Ferencre való tisztelettel a város a Nagy István képtár udvarán helyezte ezt a kicsi vízköpőt, és 1973-ban került Nagy István születésének 100. évfordulója alkalmából Varga Imrének, a korábban a Ferencesek temploma mellett álló téren lévő Nagy István szobra erre a pici kis térre, de azt hiszem, hogy nagyon szépen keretezi a képtár épületét. A város a 20. század elején, egészen pontosan 1947-ben vásárolta meg az épületet, amikor B. Mikli Ferenc festőművész meghívta Rudonyi mestert a városba, hogy egy akadémiát alapítsanak. Később ez szabadiskolaként működött itt, egészen 1953-ig, majd a mester betegsége és a kultúrpolitika változása miatt felköltözött a fővárosba. Baján a tanítványok viszont továbbra is együtt dolgoztak a hajdani kúriában. Az egyik csendes bajai utca sarkán áll a régi Vojnics palota. Államunk sok költséggel itt rendezte be a 2. számú bajai művésztelepet. A múltban nyomor és lenézés volt a vidéki művészek osztály része. Ma a közös műteremben együtt dolgozhatnak a vidék tehetséges festői. Hún István tájképe, Göldner Tibor pasztelje, Garami János csendélete, Virág Mihály portréja és tájképe megyéjük életének, szép tájainak állít a művészet nyelvén maradandó emléket. A későbbi művészeti kört 5 évtizeden keresztül B. Mikli Ferenc vezette, majd a 60-as években műteremlakásokként adták ki a helyiségeket. A 80-as évek közepén felújították, azóta képtárként működik. Nagy István festőművész 1873-ban született Csíkmincenten, és 1937-ben hunyt el Baján. Élete utolsó 7 évét élte ebben a városban, és halálakor 1937-ben az özvegy úgy döntött, hogy Nagy István életművéből, egy mappából Miskolci Ferenc, az akkori képtár alapítója, egyik alapító tagja, válasszon egy kollekciót a létesítendő kortárs képtár számára. A Tőr István Múzeum alapítása részben egy kortárs magyar kép- és szoborgyűjtemény alapítását jelentette 1935 és 1937 között. Ez alatt a 2 év alatt sikerült Miskolci Ferencnek, Oltvány Imrének és Baja polgármesterének, borbíró Vojnics Ferencnek, aki szintén ennek a családnak egy leszármazottja volt, létrehoznia egy olyan kollekciót az 1930-as évek magyar művészeinek alkotásaiból, amely tulajdonképpen a Bajai Múzeum egyik törzsgyűjteményeként, alapító gyűjteményeként megalapozta az intézményt. 1937-ben döntöttek tehát egy kortárs képtár létrehozásáról, amelyet Nagy István özvegye, az akkor elhunyt, februárban elhunyt művész 39 munkájával gazdagított, gyarapított. Fennmaradt egy levelezés Miskolci Ferenc és Oltvány Imre között, akik egyébként a Ciszterci gimnáziumon osztálytársak voltak itt Baján, innen a kapcsolat, és Oltvány Imre a Gresham kör vezetője volt Budapesten, a Gresham kávé
Zsigeliházban gyűltek össze a 30-as évek neves magyar művészei, akiket megkért, hogy ajándékozzanak egy bajai létesítendő képtár múzeum számára alkotásokat. Miskolci Ferencet megkereste tehát az özvegy, és a levelezésből tudjuk, hogy Miskolci nem válogatta ki azokat az összes olyan munkát Nagy István mappájából, amely érdemes lett volna Nagy István képtárban az állandó kiállításra, mert nem akarta ellehetetleníteni az özvegyet, hiszen az ajándékozás, a bajai ajándékozást követően a fővárosi képtárba vitte az özvegy a mappát, ahol komoly pénzekért vásárolták meg Nagy István alkotásait már a 30-as években is. 39 képet válogatott ki Nagy István Oltványi Imre segítségével és tanácsára, és ezt a 39 képet azzal a feltétellel, hogy állandó kiállításban látható, az özvegy ingyen ajándékozta a bajai az éppen akkor abban az évben alapuló múzeum számára. A város híres festője, B. Mikli Ferenc egy 2012-es beszélgetésben mesélt Nagy Istvánról. Azt mondta, a városban számos kiváló rajztanár és művész élt, mégis a legnagyobb hatással rá Nagy István volt, akivel egészen véletlenül ismerkedett meg. Szerettem kimenni, rajzolgatni, festeni ezt a csodálatos baját, ezt a világot, a víz világát festeni, rajzolni, és kün voltam a Sogovica parton, és ott festettem. És egyszer előm jön egy árnyék. Valaki mögöttem megállt. Visszanézek, hát Nagy István. És felugrottam, és üdvözöltem, köszöntem neki, és hát mondja, hogy ő is megy rajzolni, és volt a Petőfi szigeten egy jégverem. Mostanában nem ismerik már, hogy mi az a jégverem. Az egy építmény, ami nádból van vastag, és télen a Dunán összevágták, összeszedték a jeget, és berakták ezekbe a jégvermekbe. Itt a Somogyi Béla utcán, azaz a Gyár utcán is volt ilyen hatalmas jégverem, és hát a hentesek azzal hűtötték a húst, másképp nézett ki a hűtőszekrény. Úgyhogy ő oda ment, és azt festette, rajzolta. Én elkísértem haza Nagy Istvánt, és akkor tért haza a Marcsa néni a piacról, hozott káposztát, és rátette egy székre, vagy asztal, de székre, úgy emlékszem, és azonnal nekiállt, és Nagy István is azt is lefestette. Tő mondatokban beszélt. Csodálatos volt annak a formája, és a káposzta levelek, ahogy hajoltak egymásra, az élet volt. Nagy István egy olyan korszak művésze volt, ugye az 1901-ben induló pálya során
az első világháborúban alkotott jelentős munkássága, amelyet meghatározott a kor, amelyben élt, és meghatározott a hely, ahonnan származott. Ő Erdélyben született, és az ő életmódja egész élete során a vándorló életmód, hogy nem eresztett gyökeret, hanem Magyarország teljes területén hónapról hónapra, évről évre vándorolva élt és alkotott, meghatározta az ő műfaját, a pasztelt. Hiszen az olajfestmény az műtermi körülményeket igényel, de legalábbis egy olyan festő állványt, ahol meg tud száradni, ahol a következő nap újra folytatni lehet a munkát. Nagy István viszont nem ilyen életformát élt, úgyhogy számára a pasztel volt a kézzel fogható és szerethető műfaj, mert a pasztel krétát egy kis cipős dobozban bármikor bárhová elvihette magával. A papír, amelyre alkotott, nem volt mindig jó minőségű, sőt, leginkább nem volt jó minőségű, hiszen boltokban csomagoló papírok kisimítását követően és megszerzését követően tudott ezekre a papírokra pasztelkrétával alkotni. A legtöbb képe természetesen be sem volt keretezve, amikor a Tűr István Múzeumba került. Üveg mögé kell helyezni, hiszen rendkívül sérülékenyek. Így a 15 évvel ezelőtti restauráláskor jöttünk rá, hogy nem is voltak fixálva ezek a munkák, de akkor minden Nagy István munkát szétszettünk, papírrestaurátor fixálta őket, és nagy részét újra kereteztük, úgyhogy ma már jó állapotban vannak, és biztonságban vannak ezek a munkák. Egyrészt tehát a műfaj határozza meg Nagy István életművének a jellemzőit. Persze van néhány olajképe, de ez nagyon-nagyon ritka, és látszik is, hogy ő a pasztelnek volt a szerelmese és a művésze, hiszen a pasztel képei sokkal szebbek és sokkal megragadóbbak. A másik dolog pedig a hely. Ő Erdély szülöttje volt, ezt a vidéket szerette, és Magyarországot a trianoni határok előtt bejárva újra és újra visszatért Erdélybe. Nagyon érdekes, hogy a trianoni határok kialakulását követően, amikor már ugye nem lehetett útlevél nélkül és egyszerűen mozogni Erdély, Bakony, az Alföld, a Kiskunság vidékein, amelyet ő annyira szeretett, ez megviselte őt, és ez nagyon szépen látszik az alkotásain is, ahogy besötétednek, komorodnak a képei az 1920-as évek közepén, végén, és egyre több kiskunsági, alföldi, bakonyi, balatonfelvidéki képet alkot, hiszen kevesebbet járhatott haza. Bajai letelepedése komoly betegségével függ össze, festészetében pedig ebben az időszakban a korábbi sötét árnyalatú képek kivilágosodtak, de továbbra is Erdély tájain járt. A harmadik dolog, amely szintén az időhöz és a helyhez kapcsolódik és meghatározza az ő művészetét, az első világháború. Ugye rengeteg festőt, grafikust küldenek az első háborúban a frontvonalra, hogy ott örökítsék meg, és az újságoknak, a haditudósításoknak adják le ezeket a képi információkat. Nagy István is jár két, közel három évig a fronton, és alkot. Rengeteg katona portrét készít, ebből kettő látható a Nagy István képtárban a Bajai Múzeum gyűjteményében, gyönyörű portrék, amelyek mögött valóban meghúzódik az a négy év az első világháború történetéből, amely ezeknek a katonáknak a sorsát meghatározta. Nagyon szépen mutatja az a néhány visszaemlékezés, például Ripronaitól, amely Mednyánszkitól, amely leírja Nagy István alkotói metódusát, hogy a széndarabot a kezében tartva megrajzolja a portré körvonalait, középen az orvonalát, jelzi a szemnek a magasságát, távolságát, felvázolja nagyon fontos kontúrokat, majd leteszi a pasztelkrétát, és a kezével dolgozik, mint egy szobrász. Átgyúrja ezt a képet, a pasztelt, a szént úgy használja, mint a szobrász az agyagot, és egy másfél-két órás modell ülést követően elkészül egy-egy portré, úgy dolgozik olyan izgatottan és felhevülten, hogy a portré alanyok sokszor rémülten fagynak bele a székükbe. Ezeket a visszaemlékezésekből tudjuk, Mednyánszki is gyönyörűen fogalmazza meg Nagy István alkotói metódusát, és ezek nagyon izgalmas dokumentumok, amelyekből megtudhatjuk, hogy hogyan készült egy-egy Nagy István festmény.
Nagy István szellemi örökségének gondozását a helyi művészekből álló egyesület vállalta magára. Az alkotóközösségben képző és iparművészek, építészek, fotóművészek, illetve a vizuális kultúra egyéb területén alkotók és művészetpártolók dolgoznak, akiknek munkáját egyéni és csoportos tárlatokon ismerhetjük meg. 1988 óta vagyok Baján, és akkor már alakulóban volt az alapfokú művészetiskola, a vizuális iskola, és azután folyamatosan egyre több képzőművész került Bajára. Nem sokára, 2000-es évek elején, kinőve az alapfokúból megalakult a középfokú művészeti oktatás, és akkor megint újabb kollégák jöttek, és hát ugye mindenki azelőtt is már aktív diplomás képzőművész lévén, tehát az országban, országos kiállításokon, sőt, még én itt amúgy elvétve nemzetközi neken is szerepelgettünk, és hát úgy gondoltuk, hogy egységben az erő, jobban több mindent el tudunk érni a közösségben, egymás ér is, és magunk ér is. 2011 áprilisában 11 alapító taggal jött létre az egyesület, zömmel az akkora művészeti szakközépben oktató tanárokból. Névadójukként pedig Nagy Istvánt választották. A Nagy István helye a magyar képzőművészetben egy olyan magas rang, egy olyan kimagasló egyéniség, ami mindenképpen egy mértékadó, irányadó lehet, akár még az egyesületnek is, tehát büszkén vállaljuk fel a Nagy István nevét. Tehát az örökségről annyit, hogy inkább a szellemi örökség az, amit próbálunk a szerény körülményeinkkel és hozzáállásunkkal, Nagy Istvánból úgymond példaként venni, már amennyire lehet, vagy amit lehet. Talán azt lehetne leginkább, amilyen őszintességgel és mély érzéssel volt ő az iránt, amit csinált, a művészet iránt. Ő nem irányzatot követett, hanem irányt teremtett, tehát magának nem stílusokat utána, hanem egy stílust hozott létre. Tehát a Nagy Istváni, azóta már úgy többeknek valamilyen formán egy kicsit konkrétabban is követendő példája is volt, különösen a szülőföldjén, Csíkszeredában találkoztam én azzal a hagyománnyal, tehát azzal a festészeti stílussal, ami igazából közelebb áll a Nagy István stílusához. De ez is inkább csak a külsőségekre fogható rá. Az emberi mélységet, az emberi érzést, és hát ezt tudta nagyon különös módon az ő nem mindennapi tudásával kifejezni, hiszen azzal az egyszerű technikai eszközzel, eszköztárral, amivel ő dolgozott, hát csoda. Az egyesület minden évben több egyéni és csoportos kiállítással készül, de nem csak Baján, hanem a határon túl is bemutatkoztak már több városban. A képtárban a Nagy István mellett az Oltványi féle gyűjtést is itt őrzik. A két törzsanyagnak köszönhető tulajdonképpen az intézmény léte, ugyanis Magyarországon a 30-as években ez volt az első kortárs képzőművészeti múzeum.
A város lakosságának több részét szeretné megszólítani. Vannak filmvetítések, koncertek, beszélgetések, az irodalom, a zene, a film, a képzőművészet, a fotó mind-mind megjelenik a Nagy István képtár falai között a Múzeumbarátok Köre Alapítvány kuratóriumának szervezésében és rendezésében, amelyet Bajaváros önkormányzata támogat, mert hogy nyilvánvaló, hogy van egy olyan réteg, vagy több réteg is a városban, középiskolás diákok, felnőttek, kisgyermekek, idősebbek, akiket olyan tematikus rendezvények érdekelnek, mint más és más. Nyilván a filmvetítésre most a közelmúltban a fiatalabbakat, a gimnazistákat invitáltuk, de a Múzeumi Esték programsorozatban is igyekszünk olyan lehetőségeket biztosítani az idősebbek számára, akik vagy amelyek a múzeumhoz is kötődnek, a városhoz kötődnek, vagy valamilyen olyan országos vagy nemzetközi kulturális program, amely azt gondoljuk, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot. A fővárostól távol élő kortárs alkotók kiállítási lehetősége rendkívül kevés, ezért a Tűr István Múzeum felvállalta az Északbácskai kortárs művészet és a Rudnai körhöz kötődő alkotóknak a bemutatását. Ezzel szeretnék tovább rajzolni a képzőművészeti gyűjtemény sajátos szellemiségének körvonalait.